Viszont ezeknek az embereknek a jelenlétével biztosítottuk egyrészt azt, hogy lerövidítsük az információ áramlást. Az ő szerepük és a városi tanácsosaink szerepe nem az, hogy beleszóljanak az oktatási intézmény belső életébe, vagy az oktatás különböző lépéseibe. Ez a tanároknak a dolga, és ezt tiszteletbe kell tartani, és tiszteletbe is tartottuk az elmúlt 6 évben. Ebből adódott a legtöbb konfliktus az elmúlt 6 évben, főleg a kezdeti időszakban, ami gyakorlatilag azzal kezdődött, akkor, amikor az ingatlanokat megkaptuk, hogy mi, mint ingatlan tulajdonosok átvettük annak az adminisztrálását, karbantartását, felújítási munkálatainak a lebonyolítását, és az iskolák vezetőségei, illetve a tantestület, azt tehermentesítettük ez alól a feladatokat. Ami egyeseknek tetszett, másoknak kevésbé. Viszont ezáltal azt vettük észre, hogy megváltozott a szemlélet. Megváltozott a szemlélet, és véleményem szerint jó irányba. Évről évre elvégeztük azokat a munkálatokat, amelyeket szükségesnek tartottunk, de az iskolák vezetőségeinek az igénye alapján, és azoknak a kollégáinknak, akik ott voltak ezekben a testületekben, higgyék el, hogy nagyon erőszakosan érvényesítették is az akaratukat, sőt, mi több, nagy figyelemmel kísérték a munkálatokat, mert az ő érdekük is egybeesett tulajdonképpen a Városháza érdekeivel, és pedig az, hogy eredményei legyenek, el legyen végezve a munka, és legyen egyfajta, hogy mondjam, olyan érzésük, hogy elvégezték becsülettel a munkájukat. Mintegy 40%-kal csökkentek az árak az átvételt az átvétel után a kivitelezési munkálatok árai esetében. Ahol nagyon odafigyeltünk, az volt, hogy magyar oktatási intézményben, vagy ahol magyar oktatási csoport is van, ott a kollégáimmal együtt ott vagyunk. Tehát ez az RMDS tanácsosok esetében sok esetben nem három iskolát jelent, hanem 4-5. Sok esetben azt jelenti, hogy nem 2 óvodájuk van, hanem 3 vagy 4, és mindenhol ott vagyunk, ahol ezek a mi gyerekeink ott vagyunk, és semmilyen döntésből nem maradunk ki. Ez természetesen egy megpróbáltatás, mert elég hosszú időnek kellett eltennie, hogy ne össze-vissza beszéljünk ezeken a vezetőségi tanácsokon, hanem mindig megvan a napi rendi pont, és egy-kettő átfutunk rajta, és megvitatjuk azokat a kérdéseket, amiket meg kell vitatni. Nagy előrelépés volt az elmúlt 6 évben a szülői bizottságok képviselőinek a minősége, és szándékosan mondom azt, hogy az emberanyag is nagyon nagy mértékben változott, és én ezt nagyon örömmel tapasztalom, mert ezek azoknak a gyerekeiknek a szülei, akik azokban az oktatási intézményekben járnak, és ők is hozzák a tapasztalatukat, a szakértelmüket, kapcsolati tőkéjüket nagyon sok esetben, amiből az iskola, illetve annak vezetősége profitál.